I give all honor, all glory, and all thanks to Almighty God, God, the creator of the whole universe, who has created every living organism on this earth and created we all human beings. Tisztelettel köszöntök mindenkit, a teremtő erőt, ami mindannyiunkat megteremtett és együtt összehozott bennünket ez a csodálatos helyen. It's a great privilege for me to come to this part of the globe. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a világ ezen részén jelen lehetek. On this very special occasion. Ezen a nagyon különleges alkalomkor. I would like to greet the honorable vice president of the Parliament of Hungary and also the eminent personalities, the ambassador of Albania and also the honorable member, the parliamentarians and many delegates, those who have come from various parts of the globe internationally. I would like to greet every one of you. Szeretném tisztelettel köszönteni a mai nap különleges vendégeit, az albán nagykövetet, a parlamenti tagokat, az ex-titkosszolgálati minisztert, a vice presidentünket, a magyar lovagrend nagymesterét, a máltai lovagrend európai gazdasági vezetőjét, polgármesterünket Gyömrőről, Pataki Attilát és minden különleges vendéget, egyéni vállalkozót, aki ma jelen van. We have come here for a special purpose. Mi együtt vagyunk egy nagyon különleges cél miatt. Yes, we would like to congratulate our brother Alexander Milesz for achieving many goals, many achievements of excellence. As today being the 17th anniversary and also the 38th anniversary for the whole world, which his organization has accomplished. So we would like to congratulate him, and in recognition of his great work of excellence, we would like to confer doctorate degree upon him, along with the peace missionary, ambassador of diplomatic mission, and other thing also. Felolvasnám a könyvet. Tisztelettel gratulálunk és köszöntjük Dr. Milesz Sándort, aki nagyszerű célokat és eredményeket ért el és valósított meg. Külön gratulálunk a 17. születésnap különleges eseményén arra, hogy elért olyan eredményeket, amik világszinten ismertek, például a díszdoktori tagságot. Úgyhogy még egyszer szeretettel gratulálunk ezen eredmény eléréséhez. His work of excellence has been recognized by our Academy of Universal Global Peace. He presented so many academic papers, especially about his research work for agriculture and also for the nuclear science, is very remarkable, is very, very incredible. We would like to honor him with this degree. Szeretnénk őt ezzel a speciális elismeréssel elismerni, hiszen hihetetlen kutatásokat végzett a gyógynövények és a mezőgazdasági kutatások területén, és olyan eredményeket ért el, amit nagyon kevés ember mondhat magának, ezért kapja tőlünk ezt a magas szintű akadémiai elismerést. As he has written the book, The Aloe Vera Science, which is going to bring multidimensional changes in the life and the transformation of the human life will be there in the health sector. Különösen, hogy megírta a könyvét, az aloe vera a tudományban, a kutatásokban, ami segít abban, hogy mindenképpen megváltoztassa az emberi egészségen elért eredményeket, és egészségesebbé tegyen bennünket. Because of the time constraint, I will not speak much today, but coming days, maybe we'll be holding big seminar along with our brother, Dr. Alexander Milesz, and with his team. We will be conducting big seminars, then we will be having an academic session, then we will understand the importance, the vital role of the peace which is required to be established in any nation for the prosperity. Már most azt tervezzük, hogy olyan szemináriumokat szervezünk, óriási szemináriumokat, ahol meghívjuk Milesz doktort, hogy beszéljen arról, hogy mit tud okozni egy gyógynövény, mit tud okozni egy lehetőség, az egészség és a prosperálás a bőség területén. Our organization, Academy of Universal Global Peace, which we have started, I am the founder and chairman, 1985, we started this organization with only few number of people, but by the grace of God, we could reach to more than 70 countries. And now our target, building up peace builders, 30,000 to 50,000 peace builders every year in the whole world.
85-ben alapítottuk meg a Világbéka Szövetséget, és gyakorlatilag néhány taggal, azóta a folyamatos munkával építjük és fejlesztjük ezt a világszervezetet. A célunk az, hogy éves szinten 35-50 ezer új taggal bővüljünk. Peace is not an academic subject, or peace is not a subject in the classroom or a subject of the seminar. It is applied, it is practical subject. It's a very vast subject. A béke nem csak egy osztályteremben van egy szemináriumon hallható divatos téma, hanem nemzetközi világszinten megvalósítandó gyakorlati kérdés. I will not go in details of all those things today. Nem fogok minden részéről beszélni. If there is no peace among the youngster, if there is no livelihood in the youngster sector, if there is no woman empowerment, peace cannot be established in any nation. Ha bármilyen korosztályt nézzünk, ha a fiatalság körében nincsen béke és nyugalom, nem beszéltünk arról, hogy béke lenne bármelyik szektorban. If there is no health care, prevention, preventive medicines, alternative medicines or the traditional medicine, then there will be no peace in any nation. The nation cannot prosper. Ha nincsen egészség, ha nincsen megelőzés, ha nincsen egészségvédelem, ha nincsenek tradicionális gyógyszerek, ami segítik az egészséget, nem beszéltünk egyetlen országban sem a bőségről, a prosperálásról. If there's poverty in any nation, or any other social issues, or any other ethnic problem, geographical problem, boundary problem, all such things are there, nation cannot prosper, the world cannot prosper, the globe cannot prosper. Ha bárhol szegénység van, ha bárhol alulteljesítés van, nincs az a nemzet, nincs az ország, nincs az a közösség, ami jól tudna prosperálni bárhol a földön. Many educated people there doesn't understand the meaning of peace. Nagyon sok jól képzett felső végzettségű ember nem érti, hogy a béke valójában mit jelent. Maybe they are scholars, maybe they are academicians, maybe they are parliamentarian, maybe whatever, maybe, but the peace they are not able to understand. It is the divine principle of the mission of God. It is not a subject of the university, but it's a divine principle of the mission of God. Lehetnek ők felső végzettségűek, lehetnek ők parlamentben ülő emberek, lehetnek cégvezetők, lehetnek igazgatók, lehetnek bárkik, ha nem értik a béke jelentését. A béke nem egy téma, a béke nem egy kérdés, hanem Isten első számú rendelése. Let us jointly, together, work, put all our efforts to establish peace in our nation, in our earth planet. Ezért fogjunk össze mindannyian, hogy a nemzeten, az országon belül teremtsünk a békét, és legyen béke az egész földön. And focus on the universal truth that the ethnic problem, the religion problem, the boundary problem, whatever it may be, leave it aside. The one common thing that we all are created by the same God, maybe we are placed, located in different location of this earth planet, but our Father is one. We all are created by one and only one God. And we all human beings are the brothers. We all human beings, one commonness is among us. Let us live together with peace, with love, with dignity, with the freedom, with the equality, and with all principles of the God's mission. I'm sorry. You're enthusiastic, that's all. What all things? Szóval, ne hagyjuk, hogy megosszon bennünket bármiféle etnikai különbség, ne hagyjuk, hogy megosszon bennünket bármiféle egyetemértés, háborúskodás, fogjunk össze mi együtt, teremtsünk a békét, hiszen ugyanaz az erő teremtett bennünket, mindegy, a föld melyik részén élünk, Isten teremtett mindannyiunkat, mindegy, hogy hol élünk, ő az egyetemleges apánk, atyánk, teremtőnk, fogjunk össze együtt, és legyen béke mindenhol a világon. With this, I would like to conclude over here, because of the time constraint, I would like to once again give my gratitude and thanks for all the work of excellence which our brother Dr. Alexander Malesz has done, which he has achieved already, and which he has written the book especially for the agriculture science and the innovative science of the nuclear science, which is going to bring a multidimensional change in the society, in the nation, in the whole earth planet. And it is a reformation for the whole humanity.
Még egyszer szeretném összefoglalni és gratulálni, külön gratulálni az eredményekért és a kutatásokért, az elért sikerekért dr. Milesz Sándornak, és bízom abban, hogy a könyv, a kutatások eredményei minden dimenzióban meg tudják változtatni az egészséget. Jobb helyet teremtünk a világon ezzel. I once again would like to thank the Honorable His Excellency, the Vice President of the Parliament of Hungary, the Ambassador of Albania, many parliamentarians, many high delegations, those who have come from various parts of the earth, various parts of the nation, various parts of the globe, and every one of you, those who are seated over here, to every one of you, I would like to give my thanks and gratitude in the name of Almighty God, God the Creator of the whole universe. Thank you, thank you, thank you, CA, CIA, your agate, and Kesanam. Kesanam, Kesanam, Kesanam. Your agate. I salute all the tisztelgett mindannyiótoknak. Peace ambassadors, those who are seated over here. Tisztelgett mindannyiótoknak, ti mindannyian béke nagykövetek vagytok. Még egyszer külön gratulálok a kiemelt díszvendégeinknek, gratulálok az itt jelenlő vállalkozóknak, még egyszer tisztelgettek, a béke nagykövetei vagytok mindannyian. We have, as Hungarian, we have a greater mission to be accomplished. As a Central Europe, we have to propagate this message to the north, to the south, to the east, to the west of the whole world. Óriási küldetésünk van itt Európa közepén magyaroknak. Terjesszük ezt a hitet, ezt a békét északra, délre, keletre és nyugatra, az egész világon. We cannot forget the sacrifice which the first founder of Hungary, Attila, the very common name Attila, has done and established for the land of Hungary. We cannot forget his contribution. Nem felejthetjük el az első honalapítónkat, Attilát, a Hunt, aki megalapította a magyar földet, nem felejthetjük az ő erőfeszítéseit. Köszönöm for Attila, the king. Köszönjük Attilának, a királynak. And also I would like to give my gratitude and thanks to a great king, Matthias. A great king, Matthias, who has given his contribution, and he was a visionary. He had a big dream. Let us all now jointly together with our Dr. Alexander accomplish the dream and vision of the great leader of not only Hungary, but of the whole world. Ugyanilyen szeretettel és nagy tisztelettel szeretném megemlékezni Mátyás királyról, aki hihetetlen fejlesztő és alapító munkával tovább vitte a magyar államot. Azt kívánom dr. Milesz Sándornak, hogy hasonló munkával teremtse újra ezt a környezetet, és sok sikert kívánunk ehhez a munkához. My köszönöm to each and every one of you. Thank you, thank you, thank you. Köszönöm mindannyiótoknak!